Bulvári Miklós bronzélemmel tért haza a Montpellier-i Cselgáncs Európa-bajnokságról. Olimpiai ezüstérmesünk idővel azonban átnyergelhet akár egy másik sportágra. Ez történetesen a lovaglás és a díjugratás, ami gyerekkora óta olyannyira közel áll hozzá, hogy lovai nélkül nem tudna létezni. Szülővárosában látogattuk meg. Szülővárosában, Cegléden töltötte az Európa-bajnokság utáni jól megérdemelt egyhetes pihenését Ungvári Miklós cselgáncsozó. A Montpellier-ből elhozott bronzérem megszerzésén és az azt övező munkán volt mit kipihennie. Nem is csak az Európa-bajnokság maga, hanem az előmunkálatok voltak igazándiból, ami nagyon nehezek voltak. Edzőtáborban jártunk, versenyeken voltunk. EB előtt az utolsó verseny egy Grand Prix volt, azt követte még edzőtábor, még utána egy ilyen formaiződés, egy összetartás. Szóval ezek voltak, amik egy kicsit fölgyülemlik az emberbe. Továbbá, mivel olimpiai ezüstérmesünk nem ma kezdte a judót, már vannak újabb tényezők, amire külön oda kell figyelnie. Amiben észreveszem, hogy talán egy picit nehezebb, és talán egy kicsit néha meg kell újulnom, és ezért vannak olyan hobbiaim, mint amik vannak, hogy hamarabb befásulok, hamarabb fáradok egy picit. Ketteléseiből pedig van bőven, és ezen a bizonyos EB utáni pihenőhéten Miki minden nap hódolhatott is ezeknek. Már is mutatjuk, de előtte egy kis otthoni médiaturné várt rá és edzőjére Bíró Tamásra. A téma pedig a friss Európa-bajnoki bronzérem a helyi rádióban. Még nem volt ilyen színű, ilyen jellegű érmem. És a helyi televízióban is, ahova kivétel nélkül szívesen megy, és mindig szívesen is látják őt. Ami nem csoda. Egy olyan eredménylistája van, amitől én úgy gondolom, hogy nagyon sokan úgymond elszálltak volna, vagy megváltoztak volna. Ez az, ami Mikire nem jellemző. És nem csak ezért szeretik itt Mikit, hanem mert egy hálás riportalany, aki sosem volt lámpalázasa, szerepelnie kellett. Bár a kamerák időnként őt is zavarják. Például most az Európa-bajnokság, amikor tényleg az ember arcán van a kamera, és ugye éppen az adott mérkőzésre koncentrál, és menne, de egy kicsit azért hátráltatják. De ez a helyi tévére nem vonatkozik, most is egy tartalmas beszélgetésen vannak túl, úgyhogy a judóról ennyit, mehet kikapcsolódni, haza kertészkedni. És útközben megtapasztaljuk, hogy Cegléd imádja judós olimpikonját, az emberek mosolyognak rá, köszöntik őt és integetnek neki. Menet közben összefutunk testvérével, Attilával, illetve barátaival. A téma pedig a következő közös focizás. Délután. De sietünk is tovább, mert vár az otthon, az édes otthon. És a kertészkedés. Mert hogy ez az egyik imádott hobbi. A 2012-es ötkarikás játékokhoz kötődő japán kert. Az olimpia előtt megígértem magamnak és másoknak is, barátoknak, hogy amennyiben jól fog sikerülni ez a harmadik olimpián, ez az London, akkor ezt a kertet megpróbálom az én ízlésvilágomnak megfelelően kicsit úgy kialakítani. Így a Londonban megszerzett ezüstérem meghozta ezt a kis csodavilágot. Hétszer voltam Japánban, és nagyon tetszett ott a japán kultúra, meg a japán kertek, meg a császári palota. És ott a kertészek, akik tényleg ilyen napokat googoltak a fű között, és a fű közül is kiszedték a nem odaillő füvet. Szóval az olyan érdekes volt számomra. És ezt Miki, ha nem is napokig, de gyakorolja. Saját kezüleg veszi fel a harcot a gazdal és a gyomokkal. Ezzel valamit csinálni, hogy ne nőjenek ilyen gyorsan, még itt is, figyelj. Ez hogy? Itt a sütögető kis izén. Miki, ez az egyik büszkeséged a kerten belül, mi ez? Hát inkább kedvencemnek mondanám, ez is jad is, ezt úgy láttam Japánban, meg a japán kultúrában, meg egy filmben is, és onnan szerettem volna, hogyha van itt a kertemben egy ilyen kis szarvasűző, ez így beleillik a kertbe meg magába, hogy mégis megjelenik a víz is, a kő, a természet, ami nekünk ugye a teremben annyira nem adatik meg, de itt próbáltam úgy mindent bezsúfolni. És ha már a bezsúfolásnál tartunk, még mindig van programja Mikinek erre az aktív pihenőnapra. Irány az istálló, ahol Mikit várják a lovai. Ceglédi vidéki parasztgyerek vagyok, mondhatom így. Gyerekkorunk óta hozzátartozik a ló az életünkhöz. És aztán jött az, hogy igenis nyerekbe pattanok rendesen. Megcsináltam a rajtengedélyvizsgát, ennek is van egy kis ilyen vizsga része. Megcsináltam, és aztán azóta már mögöttem van B2, B3, de most idén kitűztem egy olyan célt magamnak, hogy a magyar bajnokságba is, amatőr magyar bajnokságba el szeretnék indulni. Idősebb kanca, minden verseny előtt szépen
próbálom föl díszíteni, kicsit meg tisztítani, hogy jól mutasson ott a versenyen majd. Hát hogyha nem annyira feszített a napi program és edzés, akkor a két edzés között is akár kijövök, bár néha ez az edzés rovására megy. Ha viszont tényleg olyan, hogy egy edzés van, vagy kiváltatom egy kicsit ilyen aktív pihenőre, vagy sokszor hétvégén, akkor jut az időm a lovakra. A lovaglás közben persze a közelgő Grand Prix és Grand Slam-ek járnak Miki fejében. Nem tudunk és nem is lehet szó nélkül elmenni emellett. Elég húzós programnak nézünk elébe, mert most ezt a hetet, ha le tudjuk, aztán jön rögtön egy edzőtábor. Nekem igaz, kimar az Azerbajdzsán Baku, de az edzőtábort követően megyünk Kubába egy versenyre. Már azt mondtam, hogy egy kvalifikáció a következő olimpiára, azaz Rióra, 31. nyári játékokra. A negyedik olimpiájának céljairól pedig óvatosan nyilatkozik. Nem igazán merek mit mondani. Eddig mindig megvolt, hogy mit választok magamnak. Aranyérem volt kicőzve célul, nem jött be. Az ezüstérem kiválasztott magának, ez fantasztikus dolog volt és élmény a mai napig is. Éppen ezért nem tűzök ki magammal se irreális célokat, mert tisztában vagyok vele, ha netalántán nem sikerül, akkor nem a cél a hibás, hanem én magam. Neki megyünk, megcsináljuk, először legyünk ott, jussunk ki, aztán bármi lehet. De addig még hosszú az út, többek között a budapesti Grand Prix és az olaszországi világbajnokságon is bizonyítania kell, úgyhogy sok a munka, de reméljük azért némi kikapcsolódás is jut Mikinek.